Hogyan utazhatunk elektromos rollerrel a svédországi Örebro városának buszain? Ezt mutatja be ez a tájékoztató kisfilm. A videóból kiderül, hogy semmilyen problémát nem jelent a svéd buszos társaságnak, ha valaki rollerrel választja a járatukat. A jegyvásárlása után helyet foglalhat a buszon. Nem ez történt múlt pénteken Pécsett, ahol lemerült elektromos rollerével akart buszra szállni egy férfi, de nem engedte a buszvezető. Vita kezdődött, amit az utasok megelégeltek, és a sofőr mellé álltak, hogy folytathassák az útjukat. Ne velünk vitatkozzon! Azt mondta a sofőr, hogy legyen kedves leszállni! Ezt a telefonos felvételt küldték el az esetről a Pécs Aktuálnak. A kérkező rendőrök és a tükebusz jogásza, akit telefonon hívott a sofőr, tettek végül pontot a vita végére. Szállítható az elektromos roller a helyi buszokon. Erre jutottak közösen. Így több mint 20 perc késés után folytathatta útját a 28Y járat. Az ügyről kérdeztük Csizmadia Pétert, aki civil foglalkozása szerint ügyvéd. Egy Európai Uniós rendelet szerint, tehát ez nem is a hazai szabályozás hiány, egy Európai Uniós szabályozás szerint ez a bizonyos elektromos roller, úgy általában a roller, az nem minősül mondjuk segédmotor kerékpárnak, nem lehet azt szerint elbírálni. Azt gondolom, hogy ez a jogalkotónak, és itt elsősorban az európai jogalkotónak a felelőssége, hogy ezt megnyugtató módon rendezze, az meg a társaságnak a felelőssége, hogy a sofőröknek pedig olyan iránymutatást adjon egységesen, amellyel ők jól és gyorsan tudnak helyesen dönteni ezekben a szituációkban. Vagyis a szabályozás szerint nem minősül járműnek az elektromos roller. Így szabálysértést sem lehet elkövetni vele. Ezért, mint kézipodgyászt, lehet buszon szállítani. A rolleres férfi egyébként elnézést kért utastársaitól a közösségi oldalon. Sajnálja, hogy késett miatt a busz, de úgy érezte, ki kell állnia a jogaiért. Egyébként a sofőr az akkumulátor tűzveszélyességére hivatkozva nem akarta, hogy buszra szálljon. Mindezt egy elektromos buszon, ahol hasonló, de nagyobb akkumulátor hajtja a járművet.